mivel én ugye szeretem a pénzügyeket, szeretem a pénzt, meg azt gondolom értek is a pénzhez, ezért én valószínűleg minél nagyobb tömegnek és minél nagyobb hatékonysággal igyekeznék pénzügyeket oktatni. Sziasztok, Szántó Péter vagyok, üdvözöllek titeket egy újabb villámkérdésekbe. Ha most vagytok itt először, akkor kérlek iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következőről sem, és elmondom, hogy ez a formátum olyan, hogy fix kérdések vannak, viszont mély, átütő válaszok jönnek rá. A mai beszélgető partnerem Takács Szabolcs, aki 34 évesen nyugdíjazta önmagát. Hogy hogyan nyugdíjazta magát és miért hozta meg ezt a döntést, erről fogunk beszélni, és nyilván a szokásosokat is fel fogom neki tenni. Szabolcs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást, sziasztok! Hogyha valaki nem ismerne, de ha beírjátok a Google-ba, hogyha 30-as nyugdíjas, akkor kijön. Egy percbe bemutatnád magad? Persze. Takács Szabolcsnak hívnak, és jó magam vagyok a 30-as nyugdíjas című Facebook oldalnak, blognak a szerzője. Ez a Facebook oldal arról szól, hogy hogyan értem el azt, hogy 34 éves koromra, hogy a megtakarított pénzem hozamainak egy részéből meg tudok élni. Ez azt jelenti, hogy ha számításaim helyesek, és hogyha jó szerencse kitart mellettem, akkor életem végéig nem lesz már kötelező dolgoznom azért, hogy fent tudjam tartani magam. Igazából ez a szabadságról szól, tehát nem az a lényeg, hogy semmit teljes, sőt, azt inkább ellene is mész, hanem az, hogy azt tehesd bármikor, amit éppen szeretnél. Abszolút így van. Kezdjük a gyerekkorodnál. Van egy olyan gondolat, tanács szüleitől, vagy egy fontos embertől, ami egész életedben végig kísér? Most nagyon sokat tudnék biztosan mondani, de egy dolog jut eszembe, ami engem valamilyen szinten azt gondolom elindította a nyugdíjazáson felé vezető úton. Ez a nagypapám volt. Körülbelül 8 éves lehettem, amikor először próbálkoztam saját magam pénzt keresni. Mégpedig úgy, hogy lementem a kertünkbe, ahol volt két bazi nagy megyfa. Nagyon sokat termett ez a két megyfa, és szüleim feldobták nekem, hogy mi lenne, ha megyet szednék, és azt leadnám, és azzal keresnék zseppénzt. Én nagyon megörültem annak, hogy mint a felnőttek pénzt kereshetek, egészen addig, amíg hát én elég gyorsan szembesültem azzal, hogy ez a létező leglélekölőbb munkák egyike, ugyanis a megy az nagyon pici, a kosár meg nagyon nagy, és nagyon lassan telik. Akkor így kezdtem elég rendesen elkeseredni, és megjelent a nagypapám a megyfa alatt, és elkezdtem neki arról panaszkodni, hogy az nem létezik, hogy a felnőttek világa erről szól, hogy valami borzasztóan lélekölő dolgot csinálnak, csak azért, hogy papírfecniket szerezzenek, amiből aztán kifizetik a számláikat. És akkor a nagypapám az hát olyan kedvesen, de megdorgált, és mondta nekem, hogy majd megtudod te kisfiam, hogy az élet az nem habostorta, és hogy a felnőtt világ hogyan működik, és így tovább, és így tovább, hogy én ezt a rendszert valahogyan meg akarjam hekkelni. Ha most találkoznál a 20 éves önmagaddal, mit tanácsolnál neki? És légy szélséd le, hogy hol voltál akkor. Én azért vagyok itt most az, aki vagyok, mert 20 éves koromban, meg 30 éves koromban, meg 32 éves koromban azt csináltam, amit csináltam. Tehát, hogyha nem tudom, hogy láttad-e a Vissza a jövőbe című sorozatot, de ugye ott is elég nagy galibák történtek abból, hogyha beleavatkoztak a múltba. Na, én nagyon, ha nem is ugyanúgy, de hiszek abban, hogy annak meg kell történnie. 20 évesen, akkor frissen kerültem fel Budapestre, és éppen egy elég stresszes időszakomat éltem. Talán azt tanácsolnám magamnak, hogy mozogjak sokkal többet. Hogy vegyem sokkal komolyabban a sportot. És mellette megadnál egy ilyen self high five-ot, hogy csináld azt, amit kell, hiszen nem akarod megváltoztatni az időkontinuumot. Pontosan így van. Ugyanez a kérdés 30 éves önmagadra, ugye az 7 éve volt. Hogy legyek egy kicsit kevésbé magabiztos, legyek nyitottabb más emberek véleményére, a példaképeimet azokat sokkal inkább olyan emberek közül válasszam, vagy olyan emberek közül is válasszam, akik olyan kevésbé egyértelműek, és majd én megmondom a tutit típusúak. És aztán az elmúlt 6-7 évnek az egyik legnagyobb tapasztalása volt az, hogy kételkedni, néha bizonytalannak lenni, hogy elfogadni azt, hogy egy helyzetnek nem csak egy jó megoldása van, hanem sok jó megoldása lehet,
hogy nem csak szélsőségek léteznek, hanem létezik a két szélsőség között még ezernyi út, és ne adj Isten, létezik egy középút is, az szerintem egy nagyon nagy erény, és azt mondom, hogy lehet, hogy nem ártott volna, hogyha ezt a nagy erényt előbb ismerem meg. Ez egy elég komoly dolog, amiben megváltoztattad a nézőpontodat, szinte egy pár fordulás volt. Van más, amire úgy gondolsz vissza, hogy az elmúlt években megváltoztattad róla a véleményedet? Nagyon megváltozott a véleményem arról is, hogy mennyi pénz szükséges ahhoz, hogy valaki boldogan tudja élni az életét. Az volt az elképzelésem, hogy valahol olyan 100 millió és 1 milliárd forint között van azon a vagyon, ahol úgy megvan a boldogság. Ma meg azt gondolom, hogy ez akár 0 forintos vagyonnal is lehetséges. Az én saját vagyonomról, meg a saját költési szokásaimról egyelőre annyit árultam el, és ezt most még megtartom, nem tudom, hogy meddig, mert tervezek egyébként kitárulkozni, de még nem. Szóval most annyit mondok el arról, hogy az én vagyonom az 30 és 300 millió forint között van, és én azt gondolom, hogy ha valaki, tehát attól függően, hogy valakinek mennyire nagyok az igényei, attól függően szerintem valahol 30 és 300 millió forint között van Magyarországon az a vagyon, amiből már lehet korai nyugdíjas életet élni, vagy korai nyugdíjashoz nagyon hasonló életet élni. Vannak olyan dolgok, amiket cikinek érzel magadban, és hogyha vannak, miket teszel azért, hogy változtass rajta? Jelenleg nincsen. Tehát én úgy érzem, hogy most már elég elfogadó tudok lenni magammal, úgyhogy ami van, az van. Azt mondom, hogy el tudom fogadni azt, hogy nem vagyok annyira elfogadó. Hogy kezeled mondjuk az ilyen negatív kommenteket blogban, akárhogy Facebookon? Hát az első reakció az gyakran az, hogy hát ez egy idióta, és miért írja ilyen baromságokat, de ez nem jön ki. Tehát ugye ez így érzek belül egy ilyen feszültséget, amikor a gyomrom így összerándul, és amikor így megfeszülnek az izmaim. De ki már nem jön, és azt hiszem, hogy mondjuk nagyon ritka az, hogy durván reagálnék, vagy mondjuk megpróbálnám azt az illetőt meggyőzni arról, hogy helytelen a véleménye, és van, amikor eltelik 2-3 nap, amíg válaszolok, és általában, amikor válaszolok, akkor azt válaszolom, hogy oké, értem, hogy te így gondolod, én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy vagy ha esetleg a kommentelő megváltoztatta valamiben a véleményemet, akkor azt mondom, értem, hogy te így gondolod. És szoktak furcsa dolgok történni veled? Hát szerintem a világ tele van furcsa dolgokkal. Egyre kevésbé nézek úgy a dolgokra, hogy hú, ez furcsa. Van olyan idézet, ami mentén éled az életed? Nagyon sokat tudnék mondani ilyen kedvenc idézeteket, amiket szeretek. Szerintem Bob Marley-tól idéznék elsősorban. Például az Everything's Gonna Be Alright, azt nagyon szeretem, és azt ezer évig tudnám idézgetni. De olyan, ami mondjuk így felírnám a hálószobám falára, vagy nem tudom, kiírnám egy óriás plakátra, az nem igazán. Pedig van egy ilyen kérdés, és akkor felteszem most, hogy ha bárhova elhelyezhetnél egy óriás plakátot, és bármit írhatnál rá, hova helyeznéd és mit írnál rá? Egyszer feltették már nekem ezt a kérdést, és akkor azt válaszoltam, azt írnám rá, hogy don't worry, be happy. Sok embert az inkább jobban felidegesítene, mint hogy boldogabbá tegye, vagy leszoktassa az aggodalmaskodásról. És hova helyeznéd? Hova helyezném? Lehet, hogy a Duna közepére kéne helyezni, és hogy két oldalas legyen. Mi az, amitől izgalomba jössz, ami úgy izgatottsággal tölt el? Azt hiszem, hogy a befektetések azok még most is nagyon nagy izgalommal tudnak eltölteni. Ugye 12 évet töltöttem befektetési szakmába, amíg alkalmazottként dolgoztam. Mi volt pontosan a szakmád, a pozíciód? Hát én a részvényelemzőként kezdtem a pályafutásomat, és aztán lettem vezető részvényelemző, és aztán lettem különböző menedzsment pozíciókat töltöttem be befektetési cégeknél. Úgyhogy nagyjából így alakult a pályám. És mielőtt nyugdíjba mentél, mi volt az utolsó pozíciód? Operatív igazgató voltam egy kis internetes pénzügyi startupnál. Nagyon-nagyon élvezem azt a folyamatot, ahogy kutatok különböző befektetések után, és amikor találok egy olyan célpontot, ami mondjuk érdekes lehet, és abba el lehet kezdeni úgy elmélyedni, hogy na, ez vajon tényleg egy csiszolatlan gyémánt, amit találtam, vagy csak egy széndarab. Inkább én a
kiszámítható, adott esetben már néhány tucat éves, de sokszor több száz éves cégek részvényeit vásárolom. Tehát én inkább ezt a fajta stílust követem, de azt tudni kell, hogy az a 65% a portfóliómnak, ami részvényekben van, az is jelenleg azt hiszem 25 különböző társaságban van szétszórva, úgyhogy azt mondom, hogy így vagyonarányosan, amit egy befektetésbe beteszek, az hát az maximum ilyen 5-10% körül szokott lenni, tehát a vagyonomnak a maximum 5-10%-a van egyetlen befektetésben, de akkor is már inkább szerintem sokat mondok. És esténként, hétvégenként milyen szenvedélyeknek élsz? Nagyon-nagyon szeretek windsurfözni, úgyhogy a szél előrejelzést, ami egyébként előző kérdésedre is válaszolva szintén lázba tud hozni, hogy a szél előrejelzéseket bújjam. Hát az egyik legnagyobb szenvedélyem az az olvasás, tehát hogy nem is tudom, arra kéne kitalálnom valamit arra megoldásra, hogy így egyszerre akár több könyvet is tudjak úgy olvasni, hogy az igazi elmélyült olvasás legyen, és minden információt be is tudjak fogadni belőle. Szólj, hogyha megtaláltad. Jó, szólok, megígérem. Vannak azok a könyvek, amiket napközben olvasok, ezek jellemzően a szakmai könyvek. Vannak azok a könyvek, amik mondjuk szép irodalom, vagy spiritualitás, vagy pszichológia, az inkább esténként, lefekvéshez. És akkor vannak azok a könyvek, amik mondjuk a kettő határán vannak valahol, vagy mondjuk szakmaiak, de könnyed szakmailag és szakmaiak, és nem kell annyira nagyon koncentrálni rá, az mondjuk hangos könyv, és akkor autóba vezetéshez. És aztán már is elérkeztünk a következő ilyen szenvedélyemhez, az a vezetés. Nagyon-nagyon szeretek vezetni. Tavaly levezettem a Portugál óceán partra, ami ugye azért oda-vissza emlékeim szerint volt egy ilyen 10-15 ezer kilométer az a túra, amit megtettem. Meg hát ugye az egyik hobbim az a kamionsofőrködés, és hogyha esetleg elmegyek kamionsofőrködni, akkor is szeretem a hangos könyvet berakni, mert az a kellemest a hasznossal, vagy a kellemest a kellemessel, nem is tudom, hogy mondjam, összekötésének a szuper módszere. Úgyhogy szerintem ezeket mondanám elsőre. Az egyik olyan kérdés, amit nagyon meg szerettem volna tőled kérdezni, hogy mik azok a főbb döntési pontok, amire ideérkeztél, és az ideérkezésre nem is az, hogy 34 évesen nyugdíjba osztad magad, most itt vagy 37 évesen, és azok a pontok az életedben, amikor mondtad, hogy igen, ez egy döntés volt, lehet, ahogy a nagypapádra mondtad, hogy na, az ott elgondolkozott, hogy nem, mi volt az, amit mondjuk éreztél a munkahelyeden, amikor még nagyon te volt a legnagyobb törtetőbb, és az, hogy na, mindent meghódítunk, hogy ez talán picit másképp, mikor jött az a gondolat egyetemen, vagy tanulás közben, hogy én, nekem igenis egy multi karrier kell, ilyen gondolati fordítópontok. Steve Jobsnak van az a 2005-ben elhangzott Stanfordi diplomaosztó beszéde. Egyik kedvencem. Óriási. Ugye ő ott erről sokat beszél, hogy connecting the dots. Ugye egy időben foglalkoztam ezeknek a pontoknak az összekötésével, de ma már éppen azért nem nagyon foglalkozok a pontok kötögetésével, mert azt gondolom, hogy azoknak a pontoknak jönniük kellett, most is jönniük kell. És nagyon bízom benne, hogy pont azok a pontok jönnek majd, amiknek tényleg jönniük kell, amik nekem hasznomra válnak. Ez a te életedben tökre igaz. Ugye a videónak is a célja az, hogy ezáltal inspirálódjanak, remélem senki sem akar másolni téged, engem, bárkit, mert annak nincs értelme. De itt ugye az az érdekes, hogyha én óriási rajongója vagyok, mint Steve Jobsnak, meg a beszédnek is, hogy most, ha kötöd össze azokat, akkor mit mondasz, hogy van 2-3-5 ilyen konkrét eset, amit most utólag látok, hogy igen, azok fontos ilyen pontok voltak. Válaszolok akkor a kérdésre is, mert hogy elkezdtem elkalandozni. Az egyik ilyen nagy fordulópont, kettőt fogok mondani. Az egyik ilyen nagy fordulópont, amikor érettségi után nem vettek fel sehová. Ez volt az egyik nagy pofon, a másik meg az, hogy nem vettek fel sehová, amit nagyon nehéz volt megemészteni, hiszen a legtöbb egykori osztálytársam az ment főiskolára, egyetemre. Én meg annak köszönhetően, hogy a felvételimet azt ellinkeskedtem, annak köszönhetően egy két éves OKI és képesítést adó egy ilyen, hát nem szakközépsuli, mert érettségi kellett hozzá, de valami olyasmi. És ezt én egy picit ilyen, ezt tudom, hogy nagyképűen hangzik, de olyan megalázónak éreztem, hogy hát én nem főiskolára megyek, meg egyetemre megyek, hanem egy szakképesítést adó iskolába megyek. Az egészen azt akarom mondani, hogy ott olyan oktatást kaptunk, ami, és ez üzleti jellegű, meg közgazdasági jellegű oktatás volt, amit gyakorló üzletemberek adtak nekünk. Tehát nem olyanok, akik mondjuk
elvégeztek egy tanárképzőt, valódi üzleti tevékenységet sosem végeztek, de tanítják. Akadémiai pályán vannak, igen. Akadémiai pályán vannak. Egyébként szerintem azzal sincs semmi gond, de mégis teljesen más, hogyha valaki gyakorlati szakemberektől is tud tanulni. Szóval abban az iskolában én irgalmatlan sokat tanultam, és azt egy valódi katasztrófának éltem meg. Azt gondoltam én akkor ott 18 évesen, vagy 19 évesen, hogy az én életem az tönkre ment. Most meg visszatekintve azt gondolok, hogy ez a legeslegjobb dolog, ami történhetett velem, az, hogy engem nem vettek fel sehova, és én abba az iskolába kerültem. És aztán a másik dolog az az, ami... És az szintén olyan volt, hogy amikor én oda mentem arra a helyre, akkor én azt gondoltam, hogy megérkeztem. Tehát, hogy ez az a hely, amire én egész életemben vágytam, és én az egész életemet ezen a helyen fogom tölteni. És ehhez képest volt óriási csalódás az a hely. A között kellett döntenem, hogy ott maradok, nagyon-nagyon sok pénzt keresek, ez már utólag is látszik egyébként, hogyha ott maradtam volna, akkor nagyon-nagyon sok pénzt kerestem volna, és én akkor is azt mondom, hogy hát akkor még 100%-ra nem tudhattam, de azt mondom, hogy én elég nagy biztonsággal tudtam, hogy ha ott maradok, akkor nagyon sok pénzt fogok keresni. Viszont 4-5 évig hány ingerrel kell bejárnom. És e között kell döntést hoznom, hogy akkor most effektíve magamat választom, vagy a pénzt választom. Hogy hoztad meg ezt a döntést? Úgy, hogy elutaztam, és egy kicsit segített az. Tehát azt mondtam, hogy oké, egy hét szabadság, elutaztam, és azt mondtam, hogy most nem, egy hétig nem foglalkozok a munkával, és nem is gondolok rá, hogy mi történik odabent. És aztán hazafelé a repülőn, akkor azt éreztem, egy hétig nem éreztem azt az érzést, amit mondtam az előbb, hogy hány ingerem van attól, hogy be kell menni dolgozni. És hétfőn reggel mentem a főnökömhöz, társamhoz, és mondtam neki, hogy viszontlátásra. A kettő dolgot mondtál. Nekem ez a másik, ez teljesen egy olyan döntési pont volt, amire kérdeztem. Az első meg igazából a következő kérdést válaszolta meg, hogy milyen olyan kudarc van az életedben, ami akkor nagyon-nagyon fájt, és utólag meg tök logikus, és hogy hallgattalak. Tökéletes, mert az első pont az egy olyan valami, ami történt veled. Persze tettél volna az ellen, hogy a matekra készülsz, de hogy effektíve az megtörtént és egy kudarc. Ez a második meg egy tudatos felépített döntés. Hát azért az, hogy ez ennyire félrement, az az én kudarc, mármint a munkahelyemen. Tehát, hogy ahogy én annyira utáltam oda bejárni, az én azt gondolom, hogy azért valamennyire az is az én kudarcom, ugyanis én... Úgy kudarcnak, vagy hogy mondjam, de ez egy döntésben volt. Inkább én, hogyha nem arra, én tovább vinném a dolgot, hogy van esetleg más, vagy hogy azt az elsőt mondanád, de ilyen nagy kudarcnak, vagy van-e más, ami akkor nagyon, de utólag meg nagyon kellett? Vagy az a sztori az? Hát ezt a kettőt mindenképp kiemelném az ilyen nagy hatású kudarcok között. De aztán még egy eszembe jut. Volt még egy a múlt is állásomban. Ott is volt egy ilyen. Az történt meg velem, hogy aki engem abba az állásba odavitt, és akivel én aztán 3 évig együtt dolgoztam, lehet, hogy 4, már nem emlékszem pontosan, később őt kirúgták, és engem tettek a helyére. De én ennek a részese voltam, tehát hogy én ezt tudtam, hogy ez fog történni, és én ebbe belementem, és azt mondom, hogy ez még egyébként egy olyan döntés volt, amit lehet, hogy utólag másképp csinálnék, vagy azt mondom, hogy ha még egyszer ilyen szembe jön, akkor lehet, hogy nem ugyanezt csinálnám. És akkor elvállaltam egy pozíciót, amit egy évig vittem. Ez mi volt ez a pozi? Hát lényegében én voltam egy nagy magyar befektetési cégnek a lakossági üzletág vezetője. Uh-huh. Egy évig csináltam ezt a pozíciót, és én nagyon magabiztosan álltam annak neki, hogy azt én fel tudom rázni azt a csapatot, meg át tudom alakítani azt a céget úgy, hogy az olyan sikeres legyen, mint amilyen sikeres szerintem lehetne. De aztán egy év után én inkább felmondtam annál a cégnél, és ez, hogy mondjam, ez azért ez egy elég, tehát ez kudarc, tehát ez abszolút kudarc, és ez is egy olyan kudarc szerintem, amiből nagyon sokat tanultam. Ez a kudarc, ez nem volt nekem annyira megrázó, mint a,
mint ahogyan az utolsó munkahelyemről eljöttem, de azért ez sem volt egy, hogy mondjam, egy szerb vagy szláv karnevál. Van olyan dolog, amit látsz a világban, hogy prédikálnak, emberek elhiszik, hogy az úgy van, akár ez egy tanács, de szerinted ez egy oltári nagy baromság? Életem egyik nagy leckéje, hogy ami az egyik ember szemszögéből oltári nagy baromságnak tűnik, az a másik embernek az maga lehet a megváltó igazság. Szerintem, ami így oltári nagy baromság irányba kezd elfajulni, az valahol a pozitív pszichológia. Mert hogy nézd bele a tükörbe és mondogass magadnak azt, hogy csodálatos vagyok, és attól tényleg csodálatos leszel. De pusztán attól, hogy a tükörben nem azt mondogatod, hogy lúzer vagyok, hanem azt, hogy csodálatos vagyok, attól még nem fog szerintem semmi megváltozni. A kulcs szó itt a mérsékletesség. Mindenből jó, de amikor túlzásba viszik, az meg ilyen overkill, hogy azt nem. Megfordítom a kérdést. Van olyan dolog, amiben te szentül hiszel, de nem nagyon tudod bizonyítani, akár még hülyének is néznek érte? Hát én szentül hiszek abban, hogy a korai nyugdíjazás az bárki számára, vagy szinte bárki számára elérhető. Említettél már könyveket, és hogy rengeteget olvasol. Van olyan, amit sokat ajándékoztál? Szerintem egyetlen egyszer sem ajándékoztam még könyvet. Miért van ez? Nem tudom. Szívesen ajándékoznám még a Neil Donald Walsh-nak a Beszélgetések Istennel című kötetét. Aztán említetted, hogy Mérő Lászlóval fogsz interjúzni. Hát Mérő Lászlónak a Mindenki másképp egyforma című könyvét azt biztos felkerülne arra a listára, amit én sokszor ajándékozok. És akkor szerintem legyen elég ennyi első körben. És mondjuk egy ilyen 10 éves, 20 éves valakinek, aki 30-as nyugdíjas szeretne lenni, neki milyen könyvet javasol, hogy egy kezdésnek ez az egész mindsetet megalapozza neki? Hogy ezt az egész mindsetet megalapozza? Sajnos még nem jelent meg könyvbe kinyomtatva, de neki azt javasolnám, hogyha a 30-as nyugdíjas írásai nem elegednek neki, hogy olvassa el az összes megjelent posztot Mr. Money Mustache-nak a blogján. És azt szerintem elegendő lesz neki. Ha nem szeret angolul olvasni, ha magyar olvasmányt szeretne és rövidebbet, akkor meg azt javasolnám neki, hogy olvassa el Sólyomi Dávidtól az Osztalékból szabadon című könyvet. Vagy ugyanúgy menjen a te oldaladra. Így van, hát az elsőnek javasolnám, hogy menjen fel a 30-as nyugdíjas Facebook oldalra, és ott olvass el az összes megjelent írást. Valahol olvastam a napodnak a beosztásáról. Engem az első 30-60 perce érdekelne a napodnak, illetve bármilyen rutin, amit... Azt mondom inkább, hogy a napjaim 80-90%-a kezdődik így. Felkelek, és olyan másfél kötője 3 órát jogázom. Ez elsőre így riasztóan hangzik, de ez a másfél kötője 3 óra, ez nem mind fizikai gyakorlás, hanem vannak benne különböző tisztálkodási, tehát olyan gyakorlatok, amik lehet, hogy más csak úgy hívná, hogy mosakodás. Számomra az is része a reggeli jogának. Jellemzően vagy bio-olívaolajjal, vagy valami a hidegen sajtolt, bio napraforgó olajjal kezdek öblögetni. Aztán egy hidegvizes mosakodás következik, meg a test átdörzsölése. És hogyha megvolt a fizikai gyakorlás, utána következik általában a relaxáció, és aztán még azt néha megfejelem némi meditációval, vagy koncentrációs gyakorlatokkal. Vannak e-mailezési trükkjeid? Kevés. Egy időben nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy akkor személyes hatékonyság, meg az e-mail mappa struktúra az nagyon pontosan legyen, meg az e-mail rendszernek a szabályai azok pontosan legyenek definiálva, hogy automatikusan abban a mappába kerüljen az e-mail, amikor bejön, amelyikben neki kell. És ezt némileg még most is használom, tehát van néhány mappa, amiben szortírozom az e-maileimet, és beállítok néhány szabályt, hogy melyik e-mail automatikusan milyen mappába kerüljön. De a válaszom inkább az, hogy nincs, mert itt is egyre jobban hiszek a spontaneitásban, meg a természetességben, hogy egy ponton túl nem kell ezt a dolgot megerőszakolni. Van ugye egy olyan mondás, ami főleg multicégekben él, hogy az a probléma, ami nem oldja meg önmagát, az nem érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele. És ez néha tényleg így van. És mi volt eddig életedben a legjobb befektetésed?
A pénzügyi befektetésem a legjobb, az szerintem a vagy a Graphisoft Park részvénye volt, vagy az állami nyomda részvénye volt, de annak idején mondjuk ilyen volt a TVK részvénye is. Ezek mind olyanok, hogy nagyon rövid időn belül többszöröztem a befektetett pénzt. Tovább ez egy irgalmatlan. Olyan befektetés, ami évente 20%-ot kifizet úgy, hogy nem kell vele foglalkoznom gyakorlatilag, vagy esetleg évente 2 órát foglalkozom vele, hát az azt hiszem elég jó befektetés. Ez ennek jó. A másik? És a személyes fejlődés oldalról, meg azt gondolom, hogy az első jóga órámra, hogy elmentem, az szerintem minden idők eddig legjobb befektetése volt. Az, amikor megvettem az első saját jóga szőnyegemet, szerintem az is ott van a top befektetések között, és a két jóga oktatói képzés, amit elvégeztem, az megint csak ott van a legjobb befektetések között. Ha minden a rendelkezésedre állna, ez bármilyen értelemben lehet vonatkoztatni ezeket az erőforrásokat, mihez kezdenél? Ha egy évre előre gondolkodsz, akkor vesérítsd. Ha 10 évre előre gondolkodsz, akkor ültes fát. Ha 100 évre előre gondolkodsz, akkor meg tanítsd a gyerekeket. A végére van bármilyen olyan záró gondolat, amit megosztanál, illetve kérlek mondd el, hogy hol érhetnek el téged az emberek, hogyha kapcsolatba szeretnének kerülni veled? Fejlesszük a pénzügyi kultúrát, és a másik pedig az, hogy szeretném minél több embernek megmutatni, hogy dolgozni, vagy azt a tevékenységet végezni, amiből kifizetjük a számlákat a hónap végén, azt nem csak olyan dolgot lehet, amit szükségszerűen utálunk. Lehet máshogy is. Lehet máshogy is. Hogy engem hol lehet elérni, ugye facebook.com/30-as nyugdíjas, illetve én havonta tartok egy darab előadást, amit most már ilyen 200-300-400 ember látogat, és augusztus 23-án lesz a következő, este 6 órakor van a kapunyítás. Például ott lehet velem találkozni, az esemény részleteit azt a Facebook oldalon meg lehet találni. De én is beírom majd a linkbe. Szabolcs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon köszönöm a meghívást. Én is. Nektek köszönöm, hogy néztétek. Nézzetek át Szabolcshoz, ha még nem lájkoltátok a Facebook oldalát, mindenféleképpen tegyétek meg. Ha most találkoztunk először, és tetszett, amit láttatok, akkor kérlek, iratkozzatok fel, hogy következő alkalommal is láthassuk egymást. Ha nem tetszett, ez is oké. De akármilyen véleményed van, kérlek, írd meg kommentbe. Sziasztok!